Sziasztok! Krumhina Sándor vagyok, az Ausztatem Kft. Vezető szaktanácsadója. Ez a Közel Nulla, a hőszigeteléssel foglalkozó vlog. Ha egy társaságban hőszigetelésről beszélgetünk, mindig van valaki, aki tudni véli, hogy ez egy teljesen elhibázott beruházás, fölösleges pénzkidobás, soha nem fog megtérülni az a pénz, amit a hőszigeteléssel fordítunk. Aki ilyen véleményt hangoztat, az néhány dolgot nem vesz figyelembe. Az első az, hogy általában a lakásfelújítás nem térül meg. Ha kifestjük a nappalinkat, ha átépítjük a fürdőszobát, az soha egy fillér hasznot nem fog hozni a konyhánkra. Mindig csak a hőszigeteléstől várjuk el, és ez azért van így, mert ez az az egyetlen felújítás, ami tényleg tud hozni némi kis pénzt a pénztárcánkba. De emellett a hőszigetelésnek ugyanúgy számos előnye van, mint bármely más felújításnak. Ha felújítom a parkettát a nappaliban például, az soha nem fog megtérülni, viszont szebb lesz a nappalim, jobb érzés lesz benne élni. Ez a helyzet a hőszigeteléssel is. Egy szigeteletlen épületnél a külső fal belső felületi hőmérséklet a hideg téli napokon bizony 13-14 fokra is lehűlhet. Ez a hőmérséklet már olyan hőmérsékleti különbséget okoz, ami az emberi test hőleadása szempontjából nagyon kellemetlen, egy diszkomfort érzésünk lesz, a kályha felüli oldalon megsülünk, a fal felüli oldalon megfagyunk. Ez a hőmérséklet különbség csak úgy egyenlíthető ki, ha elkezdjük emelni a léghőmérsékletet, fűtünk, amíg a léghőmérséklet el nem érje a 26 fokot, és akkor már a fal felületi hőmérséklete 15-16 fok is lehet, így is kellemetlen, de talán kevésbé zavaró. Csak hogy ez extra költséggel jár. Ha ezt el akarjuk kerülni, akkor mindenképpen szigeteljük a falakat, ezáltal 18-19 fok lesz a leghidegebb napokon is a belső felületi hőmérséklet, megszűnik ez a hőmérsékleti egyenetlenség, ez a diszkomfortérzés, kényelmesen, jól fogjuk érezni magunkat a lakásba, és ahogy mondtam, igazából ez a lakásfelújításnak az alapvető célja. De ennek ellenére van haszna a hőszigetelésnek, és megtérül. Mennyi idő ez? Ha csak a falon keresztül áramló hőenergia lecsökkenését veszem figyelembe, akkor ez egy ilyen 5-6 év körüli mértéknek adódik. Ha az egyéb járulékos költségeket is figyelembe veszem, tehát például az előbb említett túlfűtés megszűnését, akkor ez még annál is alacsonyabb érték lehet. De van egy harmadik szempont, ez pedig közgazdasági. Ha megnézzük azt, hogy az energetikailag felújított lakások, házak milyen áron kelnek el, azt tapasztaljuk, hogy ma Magyarországon ez kb. 15% felárat jelent. Ennyivel nagyobb összeget tudunk kaszálni, akkor, hogyha értékesítjük a lakásunkat, házunkat. Ez a mai ingatlan árak és átlagos négyzetméterek mellett bizony ugye 4-6 millió forint is lehetséges. Ennyiből pedig vidáman kijön a hőszigetelés, és gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy azonnal megtérül a befektetésünk abba a pillanatba, ahogy a kivitelező levonul az épületről. Ez azt jelenti, hogy a befektetésünk nem veszik el, megmarad, természetesen csak akkor realizáljuk, amikor értékesítjük az ingatlant, de hát ez ugyanígy működik akkor is, hogyha például valamilyen kamatozó kincstárjegyet vásárolok, és a kamat ebben az esetben ugye az alacsonyabb fűtési számlát fogja jelenteni minden fűtési szezon hónapban. Köszönöm a figyelmeteket, a következő előadásban a lélegző falakról fogunk beszélgetni.